Jubileumok könyve Ez a törvény és tanúbizonyság napjainak története. Az évek eseményei, a heted évek eseményei és a jubileumok eseményei szerinti elosztásuk alapján. A világ minden évének számai szerint, ahogy Jahúa beszélte a Mózesnek a sínai hegyén, amikor felment oda, hogy ott átvegye a törvény és parancsolatok tábláit, az Elohim utasítására, amikor azt mondta neki: Menj fel a Sínai-hegy tetejére. Első fejezet. És Lőn Izrael gyermekeinek Egyiptomból való kivonulásának első évében, a harmadik hónapban, a hónap 16. napján, hogy Elohim Mózeshez szólt, mondva neki. Jöjj fel hozzám a hegyre, és én átadom neked két kőtáblán a törvényt és parancsolatot, amelyeket írtam, hogy taníthasd azt nekik. És Mózes felment Elohim hegyére, és Jahu a dicsősége töltötte be a sínai hegyét, és felhőt akarta be hat napon át. És szólította mózes a hetedik napon a felhő sűrűjéből, és Jahu a dicsőségének megjelenése olyan volt, mint a lángoló tűz a hegy csúcsán és Mózes 40 napon és 40 éjjel át volt a hegyen, és Elohim átadta neki a törvény és bizonyságtétel minden napjainak korábbi és későbbi leosztásait. És ezt mondta, vedd szívedbe minden szavamat, amelyet hozzát szólok ezen a hegyen, és írd azokat könyvbe rendszerint, hogy láthassák nemzedékeiken át, nem hagytam el őket mindazokért a gonoszságokért, amelyekkel áthágták a szövetséget, amit kötöttem köztem és nemzedékeitek között a mai napon a Sínai-hegyén. És eljön az idő, hogy amikor mindezek a dolgok eljönnek rájuk, felismerik majd, hogy én igazabb vagyok, mint ők, minden ítéletükben és minden cselekedetükben, és felismerik majd, hogy igazul viselkedtem velük szemben és írd le magadnak mindezeket a szavakat, amelyeket kijelentek neked a mai napon, mert tudom, lázongóak és kemény nyakúak, mielőtt beviszem őket a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mondván, a te magodnak adom a teljel és mézzel folyó földet. És enni fognak, és megelégszenek, és idegen istenek felé hajlanak, azok felé, akik nem tudják megszabadítani őket úgy, mint én a nyomorúságaikból és ez a bizonyság lesz tanúként ellenük. Mert el fogják felejteni minden parancsolataimat, mindazt, amit megparancsolok nekik, és a pogányok után járnak majd, a tisztátalanságaik után, és szégyenük után, és isteneiknek szolgálnak majd, és ez védkükké válik, és nyomorúságukká, és szenvedésé, és csapdává és sokan elpusztulnak majd, és rabságba mennek, és az ellenségeik kezébe esnek, mert elhagyták rendeleteimet és parancsolataimat, ünnepeimet, a szövetségemet és a szombatjaimat, és a helyet, amelyet megszenteltem magamnak közöttük, a sátramat és a szentélyemet, melyet megszenteltem közöttük a földön, hogy nevem oda helyezzem, és az ott lakhasson. És magaslatokat fognak csinálni maguknak, és emelkedéseket, és faragott képeket, és imádják majd mindegyik a magáét, hogy eltévejegyenek, és démonoknak áldozzák fel gyermekeiket, és szívük védkeinek hibáiban járjanak. És elküldöm majd tanúimat hozzájuk, hogy bizonyságot tegyek ellenük. De nem fogják meghallgatni, és megölik tanúimat is és üldözni fogják mindazokat, akik keresik a törvényt, és elvetnek és megváltoztatnak majd mindent, hogy gonoszságokat tegyenek színem előtt. És elrejtem majd orcámat előlük, és a pogányok kezébe adom őket rabságba, és áldozatul, és a pusztulásra, és eltávolítom őket a földről, és szétszórom őket a pogányok közé és megfeledkeznek majd minden törvényeimről, minden parancsolataimról, minden rendeleteimről, és téutakra térnek az új újholdjaimat, szombatjaimat, fesztiváljaimat, jubileumaimat és határozataimat illetően. És ezek után felén fordulnak majd a pogányoktól teljes szívükből és teljes lelkükből és minden erejükből, és egybegyűjtöm őket minden pogányok közül – és keresni fognak, és megtalálnak engem, amikor teljes szívükből és teljes lelkükből keresnek. És feltárom előttük a békesség bőségeit igazságban, és elvetem tőlük az igazságtalanságot teljes szívemből és teljes lelkemből, hogy áldássá legyenek, ne átokká, és fejé lesznek, nem pedig farokká. És felépítem majd szentélyemet közöttük, és velük lakom majd, és elohímjük leszek ők pedig népemmé lesznek igazságban és tisztán. És nem hagyom el őket, és nem vetem el őket, mert én vagyok Jahua, a ti Elohimotok. És Mózes imádkozva arcra borult, és ezt mondta. Ó Adonai Elohim, ne hagyd el népedet és örökségedet, nehogy szívük hibái szerint eltévejegjenek, és ne add őket ellenségeik kezébe, a pogányokéba, nehogy azok fölöttük uralkodva az ellened való bűnökbe sodorják őket. Ó Adonai, legyen a te kegyelmed népet fölött, és teremts bennük igaz szellemet, és ne uralja őket Béliá szelleme, hogy megvádolja őket előtted, és csapdába essenek, hogy letéve az igazságosság ösvényéről, és miatta elpusztuljanak színed előtt. Mert a te néped a te örökséged, amelyet hatalmas erőddel váltottál meg az egyiptomiak kezéből, teremts bennük tiszta szívet és szent szellemet, és ne engedd, hogy a bűn csapdájába essenek mostantól és mindörökké. És Jahua így szólt Mózeshez, Ismerem az ellenszegülésüket, gondolataikat, kemény nyakúságukat, és hogy nem lesznek engedelmesek addig, amíg megvallják bűneiket és atyáik bűneit csak azután fognak majd felén fordulni teljes igazságosságban, teljes szívükből, teljes lelkükből, és körülmetélem majd a szívük előbőrét, és utódaik szívének előbőrét is, és szent szellemet fogok bennük teremteni, és megtisztítom őket, hogy többé nem fordulnak el tőlem, akkortól mindörökké. És a lelkük ragaszkodni fog majd hozzám, és minden parancsolatomhoz, és beteljesítik majd parancsolataimat, és adjuk leszek nekik akkor, ők pedig az én gyermekeim. És az élő Elohim gyermekeinek fogják őket hívni, és minden angyal, minden szellem tudni fogja, igen tudni fogják azt, hogy ezek az én gyermekeim, és én az atyuk vagyok nekik igazul és igazságosságban, és hogy szeretem őket. Te pedig írd le magadnak ezeket a szavakat, amelyeket kijelentettem neked ezen a hegyen, az elsőtől az utolsóig, mert ezek beteljesednek a törvényben meghatározott napok leosztásaiban, és a tanúbizonyságban, és az adott hetekben és a jubileumokban mindörökké, amik közéjük ereszkedem, és velük lakom majd az örökké valóságon át. És szólt a jelenlét angyalának, ír le minden Mózesnek a teremtés kezdetétől addig, amíg szentélyen felépül közöttük mindörökké. És Jahua megjelenik majd mindenki szeme láttára, és mindannyian tudni fogják, hogy én vagyok Izrael Elohimja, és Jákob minden fiának atya, és Sion hegyének királya mindörökké, és a Sion és Jeruzsálem szentély lesz. És a jelenlét angyala, aki Izrael tábor előtt járt, fogta az évek leosztásainak tábláit, Teremtés kezdete óta, és a törvényét és tanúbizonságét, a jubileumok hetejét, azok különálló évei szerint a meghatározott számú jubileumok alapján, az új teremtésig, amikor a mennyis a föld újjá lesz téve, és bennük minden teremtmény, a mennyei erőket illetően, és a föld minden teremtményét illetően, amíg Jahú a szentéje elkészül Jeruzsálemben, a Sion hegyén, és az égi testek megújulnak Izrael választottainak gyógyulásáért, és békéért és áldásáért. És hogy úgy legyen attól a naptól fogva a Föld minden további napjain át. Második fejezet És a jelenlét angyala elmonda mindezt Mózesnek Jahua szava szerint mondván. Írd le a teremtés teljes történetét, hogyan végezte be a minden munkáját hat nap alatt, és mindazt, amit megteremtett és megpihent a szombat napján, a hetedik napon, és megszentelte azt minden koronát, és jelölte azt minden munkájának jelként. Mert az első napon teremtette az eget, ami fönt van, és a földet, és a vizeket, és mindazokat a szellemeket, amelyek előtte szolgálnak a jelenlét angyalait és a megszentelés angyalait, és a tüzek szellemeinek angyalait, a süvöltő szelek angyalait, és a felhő szellemeinek angyalait, a homáit, a jégét, a dérét, a harmatét és a hóét, a jégesőét, a fagyét és a hangok angyalait, és a szélviharok angyalait, a villámlásét és a hideg szellemeinek angyalait, a hőségét, a télét, a nyárét, a tavaszét és az őszét és a teremtményeinek minden szellemét, amelyeket alkotott az egekben és a földön. Ő alkotta a mélységet, a sötétséget, az estét és éjszakát, a világosságot, a hajnalt és a nappalt, amelyeket szívének tudása által készített. És láttuk munkáit, és áldottuk és dicsőítettük őt a hét nagy műért, amit alkotott az első napon. Második napon pedig alkotta az eget a vizek között, és a vizek ellettek választva azon a napon, felerészük felment az égbolt fölé, felerészük pedig leszállt az első ég alá, amely középütt van az egész Föld felszíne fölött, és ez volt az egyetlen munka, amit Elohim alkotott a második napon. A harmadik napon parancsolt a vizeknek, hogy gyűljenek egy helyre össze a Föld felszínén, és a szárazföldnek, hogy megmutatkozzon. A vizek pedig azt tették, amit parancsolt, és visszavonultak a föld külső felszínéről ennek az égnek egy helyére, és a száraz föld megmutatkozott. Azon a napon megalkotta a tengereket a különálló elválasztott gyűjtő helyeik szerint, minden folyót, a hegyek és a földnek vízeinek gyűjtőit, minden tavat, a föld összes páráját és a fajtája szerint magot hozó magot, és minden sarjadékot és gyümölcsöt termő fát, az erdőket és az édenkertjét édenben, kedvtelésre és táplálékul. Ezt a négy fajtát alkotta Elohim a harmadik napon. A negyedik napon pedig alkotta Jahua a napot, a holdat és a csillagokat, és helyezte őket az égboltozatra, hogy megvilágítsák az egész földet, és hogy uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, és hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől. A napot nagy jellé tette a föld felett. A napok, a hetek és a hónapok számára, az ünnepeknek és az éveknek, és az évheteknek és a jubileumoknak, és mindenfajta évciklusoknak. Továbbá elválasztja a fényt a sötétségtől, és gyógyulásul szolgál, hogy épségben tartson mindent, ami sarjad és nő a földön. Ezt a három fajtát alkotta a negyedik napon. Az ötödik napon alkotta a hatalmas tengeri állatokat a vizek mélyében, mert ezek voltak a hústest első dolgai, amit a kezei alkottak. A halak és minden, ami a vizekben mozog, és minden, ami repül, a madarak fajtáik szerint. A nap pedig feléjük emelkedett, hogy táplálja azokat és minden fölé, ami a földön volt, ami a földből kinőtt, és minden gyümölcstermő fa fölé, és minden hús fölé. Ezt a háromfélét alkotta az ötödik napon. A hatodik napon pedig minden földi állatot, a négylábúakat, az összes csúszómászot a földön. És mindezek után alkotta az embert, férfinak és nőnek teremtette őket, és uralmat adott nekik mindenen, ami a földön van, a tengerekben, mindenen, ami repül, és minden vadállaton és négylábú, minden apró állaton, amelyek a föld színén nyüzsögnek, és az egész földön, és mindezek fölött úrrá tette. Ezt a négy fajtát alkotta a hatodik napon, teljes számuk 22 fajta volt. És befejezte minden művét a hatodik napon, mindent, ami az égben van, a földön, a tengerekben, a mélységben, a fényben és a sötétségben, és mindenütt és adott nekünk egy nagy jelet a szombatnapot, hogy hat napon át dolgozzunk, de tartsuk meg a szombatot a hetedik napot pihenőként minden munkától. Mivel nekünk a jelenlét angyalainak és a szentség angyalainak mind ennek a két fajtának azt mondta. Tartsunk pihenő napot, sabbatot vele együtt, a mennyben és földön. Így szólt hozzánk. Ímé elválasztok majd egy népet magamnak az összes többi nép közül, amely megtartja majd a szombatnapot, és magamhoz szentelem őket saját népemként, és megáldom őket. Amint megszentelem a szombatnapját, és szentítettem azt magam előtt, akként fogom őket is áldani, és népemmé lesznek, én pedig elohémjük leszek. És Jákob ivadékát választottam el mindazok közül, akik előttem vannak, beegyeztem őket, mint elsőszülött fiút, Magamhoz szentelem őt mindörökre, és megismertetem velük a szombatnapot, hogy megtartsák a szombatot, és megpihenjenek minden munkájuktól. Így alkotott egy jelet, és a szerint megtartják a szombatot velünk együtt a hetedik napon hogy egyenek, ígyanak és áldják azt, aki a mindenséget megteremtette, amiként ő maga megáldott és megszentelt magának egy különleges népet minden nép közül, és hogy velünk együtt megtarthassák a szombatot. Parancsolatait pedig, mint kellemes illatáldozatot emeli magasba, amely tetszik neki mindenkor. Az emberiségnek 22 feje volt Ádámtól Jákobig, és 22 fajta mű lett teremtve a hetedik napig egyik is, másik is áldott és szent. Egyik is, másik is együttesen szentségre és áldásra lettek teremtve. Ez Jákob és magja arra rendeltetett, hogy mindig áldott és szent legyen az első törvénynek és tanúságtételnek megfelelően úgy, ahogy megszentelte és megáldotta a sábát napját a hetedik napon. Ő alkotta a mennyet és a földet és mindent, amit hat nap alatt létrehozott és Elohim megszentelte a hetedik napot minden alkotása számára. Ezért azt parancsolta, hogy bárki dolgozik, azon meg kell halnia, és aki beszennyezi azt, bizonyosan meghal. Ezokból parancsolt meg Izrael fiainak, hogy tartsák meg és tartsák szentnek, és ne végezzenek munkát ezen a napon, és ne szennyezzék be, mert szentebb az minden más napnál. Bárki, aki meggyalázza azt, bizony meghal és bárki, aki munkát végez, azon pusztuljon el örökre, azért, hogy megtartsák Izrael fiai ezt a napot nemzedékeiken át, és ne írtassanak ki a földről, mert szent és áldott ez a nap. És mindenki, aki megőrzi azt és nyugalmat tart minden munkájától, szent és áldott lesz minden időben, úgy, mint mi. Jelentsd ki és mond Izrael fiainak ennek a napnak törvényét, hogy tartsák meg a Sabbat napját. És ne hagyják el a szívük családságában, és hogy semmi munkát ne végezzenek, ami nem illő, ne a maguk élvezetét keressék, és ne készítsenek azért semmit evésre, vagy ivásra, ami törvénytelen, és hogy tiltott vizet meríteni és bármilyen terhet, ki, vagy bevinni a kapuikon, amivel nem készültek el a lakhelyéken a hatodik napon. És ne vigyenek sebe, seki semmit a házból ezen a napon. Mert ez a nap szentebb és áldottabb, mint bármelyik jubileumi nap. Ezen a napon sábátot, nyugalmat tartottunk a mennyekben, mielőtt még tudtára lett volna adva bármely testnek, hogy attól fogva tartsa meg a sábát napját a földön. És a mindenség teremtője megáldotta azt, de nem szentelte meg az összes népeket és nemzeteket, hogy megtartják a sábát napját, hanem egyedül Izraelt csak nekik engedélyezte, hogy egyenek is igyanak Elohim előtt, és tartsák a sábát napját attól kezdve a földön. És a mindenség teremtője megáldotta ezt a napot, amelyet minden más nap felett való áldásra, szentségre és dicsőségre alkotott. Ez a törvény és bizonságtétel lett megadva Izrael fiainak törvényként mindörökké a nemzedékeiken át. Harmadik fejezet. És a második hét, hatodik napján, az Elohim szava szerint Ádám elé vittünk minden vadállatot, minden barmot, minden madarat és mindent, ami a földön mozog és mindent, ami a vízben él, az ő fajtáik szerint és típusaik szerint, a vadállatokat az első napon, a barmokat a második napon, a madarakat a harmadik napon és mindent, ami a földön mozog a negyedik napon, és azokat, amelyek a vízben mozognak az ötödik napon. És Ádám megnevezte azokat, mindegyiket saját névvel, és amilyen nevet adott nekik, az lett a nevük. És ez alatt az öt nap alatt Ádám látta azt, hogy mindegyik hím és nőnemű, mindegyik a maga fajtája szerint, ami a földön járt, de ő egyedül volt, és nem talált segítőtársat maga mellé. És Jahúa így szólt hozzánk: Nem jó az embernek, hogy egyedül legyen, teremtsünk neki segítőtársat. És Jahua, a mi Elohimünk azt okozta, hogy Ádám mély álomba merüljön, és elaludt. És bordái közül kivett egyet az asszonynak, és ekép lett az asszony ebből a többi mellől elvett bordából, és hússal töltötte fel a sebet, és abból alkotta az asszonyt. És Jahua felébresztette Ádámot az alvásból, és felébredve felkelt a hatodik napon, és Jahua hozzávitte az asszonyt. És az ember ismerte az asszonyt, és ezt mondta neki, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért a férfi és a feleség egyek, és ezért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Az első héten lett teremtve Ádám, és az oldalbordát az ő feleségét a második héten mutatta Jahua az embernek és ezokból adatott a parancsolat, hogy a nők maradjanak tisztátalanságokban a fiúért hét napig, és a lányért kétszer hét napig. És miután Ádám eltöltött 40 napot teremtésének földjén, elvittük őt az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt, de feleségét a nyolcvanadik napon vitték be, és csak ezután lépett be az édenkertjébe. És ennek okáért lett megírva a parancsolat mennyei táblákra a szülő asszonyra való tekintettel. Ha fiat szül, tisztátalan legyen hét napig, a napok első hete miatt. Azután 33 napig maradjon tisztulásának vérében. Semmi szent dolgot ne illessen, a szent helyre se menjen be, míg el nem telnek tisztulásának napjai, fiúgyermek esetében. De lánygyermek esetében maradjon tisztátalanságában két hétig. Az első két hét miatt, és 66 napig maradjon tisztulásának vérében, és így összesen 80 napig. És mikor kitöltötte ezt a 80 napot, behoztuk őt az éden kertjébe, mert szentebb az, mint a föld bármely más része, és szent minden fa, amely ültet veled benne. Ezért lett meg a parancsolat azokról a napokról a fiú vagy leánygyermeket világrahozó asszonyra vonatkozóan hogy semmi szent dolgot ne illessen, a szent helyre se menjen be, míg el nem telnek ezek a napok fiúgyermek vagy leánygyermek esetében. Ez a törvény és bizonyság, ami le lett írva Izraelnek, hogy megemlékezzenek róla minden napon. És az első jubileum első évhetében Ádám és felesége hét évig az Éden kertjében voltak megművelték és őrizték azt, és mi adtunk neki munkát, és megtanítottuk őket mindenre, ami alkalmas a kert művelésére. És Ádám művelte a kertet, és mesztelen volt, és nem tudott róla, és nem szégyenkezett, és védte a kertet a madaraktól, a vadaktól és a barmoktól, és összegyűjtötte a gyümölcseit, és ette, és a maradékot félrerakta magának és az ő feleségének, és félrerakta, amit megtartott. És miután eltelt a hét év, pontosan hét év, amelyet ott töltött, a második hónapban, a hónap 17. napján eljött a kígyó, és megközelítette az asszonyt, és ezt mondta a kígyó az asszonynak. Elohim, valóban azt parancsolta nektek, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem mehettek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fájnak minden gyümölcsét, így szólt nekünk Elohim, egyétek, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta nekünk Elohim, ne egyetek abból, meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Elohim, hogy amely napon estek abból, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Istenek, és ismerni fogjátok a jót és a gonoszat. És látta az asszony, hogy szép a fa és kedves a szemnek, és annak gyümölcse jó eledelnek, és szakasztott annak gyümölcséből, és evett. És miután előbb eltakarta a szemérmét fügefa levelekkel, adott Ádámnak a gyümölcséből, és ő is evett, és megnyilatkoztak szemei, és látta, hogy mesztelen. És gyűjtött fügefa leveleket, és összevarta azokat, és egy kötényt készített magának, és eltakarta a szemérmét. És Elohim megátkozta a kígyót, és mindörökre megharagudott rá és dühös volt az asszonyra, mert az hallgatott a kígyó beszédére, és evett, és Jahua ezt mondta az asszonynak. Felette igen megsokasítom bánatodat és fájdalmadat. Bánatban hozol világra gyermeket, és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. És Ádámhoz így szólt, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad tövist és bogáncskórót teremjen tenéked, orcád verítékével egyet a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, ahonnan vétettél, mert por vagy te, s a porba fogsz visszatérni. És csinált nekik bőrruhákat, és felöltöztette őket, és kiküldte őket az éden kártyéből. És azon a napon, amelyen Ádám kiment a kertből, áldozatot ajánlott fel édes, jó illatként, tömjént, galbanumot, mérhát és fűszereket reggel a nap felkelésekor attól a naptól fogva, amelyen eltakarta a szemérmét. És azon a napon bezáratott minden vadállatnak, baromnak, madaraknak és minden csúszómászónak szája, és többet nem tudtak beszélni, mert mind beszéltek egymással, egy szájjal és egy nyelvvel. És kiküldött Elohim az édenkertjéből minden testet, ami az édenkertjében élt és minden test szétszóródott az ő fajtája szerint, és típusai szerint azokra a helyekre, amelyek számukra lettek teremtve. És minden vadállat és barom közül egyedül Ádámnak adott olyat, amivel eltakarhatta szemérmét. Ennek következtében fel van írva a mennyei táblákra mindenkire vonatkozóan, aki ismeri a törvény ítéletét, hogy takarják el szemérmüket, és ne fedjék fel magukat, mint az idegen népek. És a negyedik hónap új holdján Ádám és az ő felesége kimentek az Éden kertjéből, és Elda földjén telepettek le, teremtésük földjén. És Ádám nevezte feleségét Évának. És nem volt gyermekük az első jubileumig, ezután pedig ismeri őt. Ekkor Ádám úgy művelte a földet, ahogy megtanulta az Éden kertjében. Negyedik fejezet. És a második jubileum harmadik évhetében született Évának Káin, és a negyedikben született Ábel, és az ötödikben az ő lánya Avan. És a harmadik jubileum első évében Káin meggyilkolta Ábelt, mert Elohim elfogadta Ábel áldozatát, de nem fogadta el Káinét. És megölte őt a mezőn, és vére felkiáltott a földről a mennybe, panaszt emelt, mert Káin meggyilkolta őt és Jehua megbüntette Káint Ábel miatt, mert megölte őt, és üldözötté tette őt a földön testvérének vére miatt, és megátkozta őt a földön. És emiatt írattatott meg a mennyei táblákon. Átkozott az, aki álnok módon kezet emel fele barátjára, s mindazok, akik látják és hallják ezt, mondják, hogy úgy legyen. És az ember, aki látja és hallja, de nem vallja ezt meg, legyen maga is átkozott. És ezokból kifolyólag, amikor megjelentünk Jahua, mi Elohimunk előtt, megjelentünk előtte minden elkövetett bűnt, ami a mennyben és a földön el lett követve, akár a világosságban, akár a sötétségben, vagy bárhol is történt az. És Ádám és felesége gyászolták Ábelt négy év hétig, és az ötödik év hét negyedik évében megvidámodtak, és Ádám ismeri újra az ő feleségét, aki szült neki fiat, Ádám pedig nevezte a nevét Sétnek, mert így szólt. Elohim támasztott új magot nekünk a földön Ábel helyett, mert Káin megölte őt. És a hatodik héten lánya született neki, kinek neve Azura volt. És Káin elvette az ő hugát Avant feleségül, aki szülte neki Hánókot a negyedik jubileum lezártakor. És az ötödik jubileum első évhetének első évében házak épültek a földön, és Káin építette egy várost, és nevezte nevét az ő fia után Hánóknak. És Ádám ismerte Évát a feleségét, és még kilenc fia született. És az ötödik jubileum ötödik évhetében Sét elvette Azurát az ő hugát feleségül, aki a hatodik évhét negyedik évében szülte neki Énost. Ő kezdte Jahua nevét hívni a földön. És a hetedik jubileum harmadik hetében Énos feleségül vette lánytestvérét Noámot, aki fiút szült neki az ötödik hét harmadik évében, és akit Kenánnak nevezette el. És a nyolcadik jubileum végén Kenán feleségül vette az ő lánytestvérét Mulaleletot, és fiút szült neki a kilencedik jubileum első hetében, a hét harmadik évében, és Mahalálelnak nevezte. És Mahalálel feleségül vette Dínát a tizedik jubileum második évhetében, Barakiel lányát, az apja fitestvérének a lányát, és szült neki fiút a harmadik hét hatodik évében. És Járednek nevezte, mert az ő napjaiban szálltak le Jahua angyalai a földre, azok, akiket vigyázóknak hívnak, akiknek az emberek gyermekeit kellett volna tanítani, és ítéletet és egyenességet gyakorolni a földön és Járet feleséget vett magának a 11. jubileumban, és annak neve Baraka volt. Rasuján lánya az apja fitestvérének a lánya a jubileum negyedik hetében, és szült neki fiút az ötödik évhétben, annak negyedik évében, és nevezték Énoknak. És ő volt a Földön született emberek közül az első, aki megtanulta az írást, a tudományt és a bölcsességet, és aki leírta az ég jeleit a hónapjaik rendje szerint egy könyvbe, hogy az emberek megismerhessék az évszakokat hónapjaik rendje szerint. Továbbá ő volt az első, aki leírta a tanúságot és bizonyságot tett az emberek fiainak a föld nemzedékei között, és megismertette a jubileumok évheteit, és tudtuk ratta az év napjait, és rendszerbe foglalta a hónapokat, és beszélt az évek szombatjairól, ahogyan megalkottuk azokat, melyekről ismerete volt és azokat, amik voltak és amik lesznek, látta egy álomlátomásban, és hogy mi fog történni az emberek fiaival nemzedékeken keresztül az ítélet napjáig. Látott és megértett mindent, és leírta a bizonyságot, és elhelyezte a földön az emberek összes fiai és nemzedékeik számára. És feleséget vett a 12. jubileumban, annak hetedik évhetén, és az ő neve Edna volt, Dánel lánya, az apja bátyjának a lánya és a szült neki fiat a hét hatodik évében, és a fiú neve Metuzela. Továbbá ő volt az, aki Elohim angyalaival járt a hat jubileum évei alatt. És azok megmutattak neki minden dolgot a földön és a mennyekben, a nap uralmát, és mindent leért és bizonyságot tett az őrangyalok ellen, akik bűnbe estek az emberek lányaival, mert azok egyesülni kezdtek egymás között, hogy megfertőzzék magukat az emberek lányaival, és emiatt tett tanúságot mindannyiuk ellen énok. És el lett ragadva az emberek közül, és az édenkertbe helyeztük őt, magasztosságban és tiszteletben, és lám ott lejegyzi a világ kárhozatát és ítéletét, és az emberek fiainak gonosságait és ennek következtében Elohim árvizet hozott Éden földjére, ezért jelként volt Énok állítva, hogy tegyen tanúbizonyságot az emberek fiai ellen, és hogy számba vegye a generációk összes cselekedetét, egészen a kárhoztatás napjáig. És égő áldozatot vitt, szent tömjént és édes fűszereket, amik felszálltak Jahua előtt a szent hegyen. Mert Jahuának négy helye van a földön, az édenkártya és a kelet hegye, és ez az a hegy, amelyiken te állsz a mai napon, a sínai hegy és a Sion hegye, amely meg lesz szentelve az új teremtésben a föld megszenteléséért. Ezen keresztül a föld is meg lesz szentelve minden bűnétől és tisztátalanságától a világ nemzedékei során. És a 14. jubileumban Matuzsálem feleséget vett magának Ednát, Azrián lányát, az apja testvérének a lányát, a harmadik évhét első évében, és fiút nemzett, akit Lámeknek nevezett. És a tizenötödik jubileum harmadik évhetében Lámek feleséget vett magának, akinek neve Betenos volt, Barakiel lánya, az apja testvérének a lánya és ebben az évhétben egy fia született tőle, és nevezte annak nevét Noénak, mondván, ez vigasztal majd engem az én gondjaim és minden fáradtságom miatt, és a földért, amit Jahúa megátkozott. És a 19. jubileum lezárultakor, a hetedik évhétben, a hét hatodik évében Ádám meghalt. És a fiai eltemették a teremtetése földjében, és ő volt az első, akit eltemettek a földön. És hetven év hián ezer volt, mert ezer év annyi, mint egy nap a mennyekben, és emiatt van megírva a tudás fájával a kapcsolatban, amely napon eszel róla, akkor meghalsz. Ezért nem töltötte be annak a napnak az éveit egészen, hanem meghalt, amíg tartott az a nap. És ennek a jubileumnak lezárult, akkor Káin is meghalt ő utána abban az évben, mert a háza rádölt és meghalt az ő házának közepette, és megöletett a ház köveitől, mert egy kővel ölte meg Ábelt, és a kő által halt meg ő is igazságos ítéletben. Ezért el lett rendelve a mennyei táblákon, amely eszközzel egy ember megöli embertársát, azzal kell meghalnia, amilyen módon megsebesítette, olyan módon bánjanak vele is. És a 25. jubileumban Noé feleséget vett magának, akinek neve Emzara volt, Rákiel lánya, az apja testvérének a lánya, az ötödik évhét első évében. És annak harmadik évében született Sem, az ötödikben született Hám, és a hatodik évhét első évében született Jáfet. Ötödik fejezet és eljött az idő, hogy amikor az emberek fiai kezdtek sokasodni a földön, és lányaik születtek, akkor a Jahua angyalai látták, annak a jubileumnak egy bizonyos évében, hogy azok szép kinézetűek voltak, és feleségeket vettek maguknak közülük a maguk választásai szerint, és gyermekeket nemzettek nekik, akik óriások voltak. És elhatalmasodott a törvénytelenség a Földön, minden test megrontotta a maga útját, az emberek és a háziállatok és a vadállatok és a madarok, és minden, ami a Földön jár, elhagyta az adott rendjét, és minden élő romlottá lett és még egymást is enni kezdték, és igazságtalanság hatalmasodott el a földön, és az emberiség minden képzelete és minden cselekedete állandóan a gonoszság volt. És Elohim letekintett a földre, és ímé e az romlottá vált, és minden test megrontotta a maga rendjét, és minden, ami a földön volt, gonoszságot cselekedett mindenben az ő szín előtt és ezért azt mondta, hogy minden embert és minden testet elpusztít a föld színéről, amelyeket megteremtett. De Noé kegyelemre talált a szín előtt. Az angyalok iránt pedig, akiket a földre küldött, hatalmas haragra gerjedt, és parancsot adott, hogy gyomlálják ki őket minden hatalmukból, és megkötöztette őket a föld mélységeiben, és íme ott vannak megkötözve, és ekképpen elkülönítve. És fiaik ellen is parancsolat jött Jahuától, hogy kard által hújanak el, és tűnjenek el az egek alól. És ezt mondta, szellemem nem fog mindig az emberem maradni, mert ők testiek, és napjaiknak száma száz és húsz esztendő lesz. És kardját küldte rájuk, hogy egyik a másikat pusztítsa, amíg minnyáján elhullanak kard által, hogy el legyenek pusztítva a föld színéről. És látták ezt szüleik, azok, akik ezek után meglettek kötözve a föld mélységeiben mindörökké a nagy ítélet napjáig, amikor eljön az ítéletük ideje, s beteljesedik mindazokon, akik megrontották a maguk utait és cselekedeteit Jahuá előtt. És kitaszította mindannyiukat a maga posztjáról, és egyetlen egy nem maradt, akit ne ítélt volna meg minden gonosságáért. És minden munkájának új és igazságos természetet adott, hogy ne bűnözzenek az egész természetüktől fogva soha többé, hanem mind mindenkor igaz lehessen. És mindannyiuk ítélete elrendeltetett, amik meg vannak írva a mennyei táblákon az igazságosság szerint, és azok ítélete is velük együtt, akik letérnek majd az ösvényről, amelyek arra rendeltettek, hogy azokon járjanak. És ha letérnek arról, ítéletük megíratik minden teremtmény minden fajtája ellen és semmi nem létezik a mennyben vagy a földön, a világosságban vagy a sötétségben, a seolban vagy a mélységben, vagy a legsötétebb helyeken, ami ne lenne megítélve, és minden ítéletük elrendeltetett, és le vannak írva és fel vannak róva, mindenre vonatkozóan. A nagyokat nagyságuk szerint ítéli meg, és a kicsiket pedig csekéségük alapján, és mindegyiket a maguk útai szerint. És ő nem nézi senkinek a személyét, sem nem fogad el ajándékot, amikor azt mondja, hogy végrehajtja az ítéletet egyenként. És ha valaki odaadna mindent, ami csak a földön van, ő nem nézne az ajándékokra, sem a személyére senkinek, sem nem fogad el semmit kezeiből, mert igazságos bíró. És Izrael gyermekeiről le van írva és el van rendelve, ha igazságosságban fordulnak felé, meg fogja bocsátani összes védküket, és elnézi minden bűnüket. Meg lett írva és el lett rendelve, hogy kegyelmet mutat mindazok iránt, akik bűnbánatot tartanak minden bűnükért egyszer minden évben. Azokat illetően pedig, akik megrontották utaikat és gondolkodásukat az özönvíz előtt, közülük egy ember személyesen volt elfogadva, egyedül csak Noéé, mert személye által lettek fiai is elfogadva, akiket Elohim megmentett az özönvíz vizeitől, mert Noé szíve igazságos volt minden útjában, ahogy meg lett neki parancsolva, és nem tért el attól, ami el lett neki rendelve. És azt mondta Jahua, hogy elpusztít mindent, ami a földön van, embert, barmot és vadállatokat, az ég szárnyasait és amik csak mozogtak a földön és megparancsolta Noénak, hogy építsen magának egy bárkát, hogy megmenekülhessen az özönvíz vizeitől. És Noé elkészítette a bárkát mindenben azt szerint, ahogy ő parancsolta neki, a 27. jubileumban, az 5. évhét 5. évében az első hónap új holdján. És beszállt a 6. évben a második hónapban, a második hónap új holdján, 16-án, és ő és minden, amit odahoztunk neki, beléptek a bárkába, és Jahua bezárta azt kívülről a 17. estén. És Jahua megnyitotta az ég hét özönvíz kapuját, és a nagy mélység kútjainak száját, szám szerint hét szájat. És az özönvízkapuk elkezdtek vizet önteni az égből negyven napon és negyven éjjel át, és a mélység kútja is felbocsátottak vizeket, amíg az egész világ elárasztódott vízzel és a vizek megnövekedtek a földön, tizenöt singel emelkedtek a vizek minden magas hegy fölé, és a bárka felemelkedett a föld fölé, és a vizek felszínén haladt. És a víz öt hónapig uralkodott a föld felszínén, száz és ötven napig. És a bárka úszott és megpihent a lubár csúcsán, ararát egyik hegyén. És új holdkor a negyedik hónapban a nagy mélység kútjai bezáródtak, és az ég özenvíz kapui Bezáródtak. és a hetedik hónap újholdján a föld mélységeinek minden szája megnyílt, és a víz kezdett leereszkedni a mélységbe. És a tizedik hónap újholdján a hegyek csúcsai láthatóvá lettek, és az első hónap újholdján láthatóvá vált a föld. És az ötödik évhét hetedik évében a vizek eltűntek a föld színéről, és a második hónap tizenhetedik napján a föld száraz volt és 27-én kinyitotta a bárkát, és kiküldte a vadállatokat, a barmokat és madarakat, és minden élő dolgot. Jubileumok könyve Hatodik fejezet És a harmadik hónap újholdján kiment a bárkából, és oltárt épített azon a hegyen. És jóvátételi áldozatot készített a földért, és fogott egy gidát, és jóvátételt készített annak vérével a föld minden bűnéért, mert minden, ami csak volt azon, el lett pusztítva, kivéve azokat, akik a bárkában voltak Noéval. És a kövért az oltára helyezte, és fogott egy ökröt, egy kecskét, egy bárányt, gidákat, sót, egy vadgerlét, egy fiatal galambot, és égő áldozatot készített az oltáron, és áldozatot öntött rá olajjal keverve, és borral meglocsolt, és tömjénnel behintett mindent, és jó illat szállt fel, elfogadható Jahuá előtt. És Jahua megérezte a jó illatot, és szövetséget kötött ő vele, hogy ne legyen többé özönvíz a föld pusztítására. Hogy a föld vetési időszakai és aratásai soha ne szűnjenek meg. Hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka ne változtassák meg rendjüket, és ne szüneteljenek örökké. És téged megnövellek, és megsokasítalak a földön, és számossá leszel rajta, és áldás leszel rajta. És tőled való félelmet, és tőled való rettegés szítok mindenben, ami csak él a földön és a tengerben. És íme neked adok minden vadat, minden szárnyas dolgot, mindent, ami mozog a földön, a halakat a vizekben, és minden dolgot eledelül, hogy a zöld füveket is neked adtam eledelül. De a húst az élettel, a vérrel együtt megned, mert minden hús élete a vérben van, nehogy a ti életetek vére számon legyen kérve. Minden embertől és minden vattól számon fogom kérni az ember vérét. Aki ember vérét ontotta, annak ember által legyen vére ontva, mert Elohim képére teremtette meg az embert. És szaporodjatok és sokasodjatok a Földön és Noé és az ő fiai megesküdtek, hogy nem esznek semmivért, semmilyen hússal együtt, és Noé örökre szóló szövetséget kötött Jahua Elohim előtt, a föld minden nemzedékére vonatkozóan, ebben a hónapban. Ezért szólt Elohim te hozzád, mondván, hogy kös szövetséget Izrael gyermekeivel ebben a hónapban, fenn a hegyen esküvéssel, és hogy hincs rájuk vért a szövetség minden szava miatt, amit Jahua kötött velük örökre és ez a titeket illető bizonyság azért van leírva, hogy folyamatosan megtartsátok, hogy ne egyetek egy napon se semmilyen vadnak, vagy madárnak, vagy baromnak véréből, amíg csak áll a föld. És az az ember, aki eszik a vadnak, vagy baromnak, vagy madárnak véréből a föld napjai idején, leszármazottaival együtt legyen kiírtva a földről. És parancsold meg Izrael fiainak, hogy ne egyenek vért, hogy nevük és magjuk, Jahua a mi elohimunk előtt legyen állandóan. És a törvény napjainak nincsen vége, mivel örökké való. Tartsák meg nemzedékeiken keresztül, hogy az oltár előtt folyamatosan könyörögve vérrel, vér által járjanak közben a te nevedben. Minden nap, reggel és este keressenek megbocsátást örökké Jahua előtt a te nevedben, hogy megtartsák és ki ne írtassanak. Továbbá adott Noénak és fiainak, egy jelet, hogy nem lesz újra víz azon a földön. Örökkévaló szövetség jeleként ívét a felhőbe helyezte, hogy nem árasztja újra a földet, és nem pusztítja el, amíg tartanak a föld napjai. Ezokból kifolyólag elrendeltetett és feliratott a mennyei táblákon, hogy meg kell ünnepelniük a hetek ünnepét ebben a hónapban évente, hogy megújítsák a szövetséget és ez az egész ünnep meg volt tartva a mennyben a teremtés napjaitól Noé napjáig, 26 jubileum és 5 év hét idejéig. Noé és fiai megtartották hét jubileumon és egy év héten keresztül, míg Noé meg nem halt, és Noé halálának napjától a fiai beszüntették az ünneplést egészen Ábrahám idejéig, és vértettek. De Ábrahám megtartotta azt, Izsák, Jákob, és a fiaik is megtartották egészen napjaidig. És napjaidban Izrael fiai elfelejtették, amíg te meg nem tartottad újra ezen a hegyen. És parancsold meg Izrael fiainak, hogy tartsák meg ezt az ünnepet minden nemzedékeikben, parancsolatként legyen ez nekik. Tartsák meg az ünnepet az év egy bizonyos napján ebben a hónapban. Mert ez a hetek ünnepe és az első zsengék ünnepe egyben. Ez az ünnep kétjelentésű és páros természetű. Annak megfelelően ünnepeld, ami megvan írva és kőbevésve felőle. Mert az első törvénykönyvében leírtam, abban, amelyiket neked írtam, hogy saját évszakában kell megünnepelnetek azt, az év egy napján, és elmagyaráztam neked az áldozatait, hogy Izrael fiainak emlékeznie és ünnepelnie kell összes nemzedékein át. Ebben a hónapban, egy napon, minden évben és az első hónap újholdján, és a negyedik hónap újholdján, és a hetedik hónap újholdján, és a tizedik hónap újholdján vannak az emlékezés napjai. Az évszakok napjai az év négy szakaszának kezdetén. Ezek örök tanúbizonyságként vannak megírva és elrendelve. És Noé ünnepekként rendelte el ezeket magának és a nemzedékeinek örökké, melyek ezáltal neki nekiállítanak emléket. Az első hónap újholdján rendeltetett el, hogy készítsen magának egy bárkát, és azon a napon a föld megszáradt, és kinyitotta a bárka ajtaját, és meglátta a földet. És a negyedik hónap újholdjának idejében a mélység szájának szakadékai zárva voltak. És a hetedik hónap holdán a föld szakadékának összes szája kinyílt, és a vizek elkezdtek lefolyni azokba és a tizedik hónap újholdján a hegyek csúcsai láthatóvá váltak, és Noé örvendezett. És ezoknál fogva rendelte el ezeket a napokat ünnepként magának, emlékeztetőül örökre, és ezért vannak elrendelve. És ellettek helyezve felírattak a mennyei táblákon mindegyik évszak 13 hétből állt, az egyiktől a másikig emlékeztetőül, elsőtől a másodikig, Másodiktól a harmadikig, a harmadiktól a negyedikig. A parancsolatok teljes ideje ötven és kettő hetet tesz ki, és ezek alkotnak egy teljes évet. Ez pedig felíratott és elrendeltetett a mennyei táblákon. És nem lehet mellőzve ez a parancsolat egyetlen évre sem, vagyis évről évre. És parancsold meg Izrael fiainak, hogy tartsák az évet ezen számítás szerint 364 naposnak, és ezt tegyen ki egy teljes évet, és ne térítsék el az időket a parancsolat napjaitól és ünnepeitől, mert minden e szerint fog megtörténni bennük, és nem marad ki egyetlen nap sem, és az ünnepek sem térnek el attól. De hogyha mégis mellőzik és nem tartják meg azokat parancsának megfelelően, akkor összezavarodnak az összes évszakaik, és az évek eltávolodnak ettől a rendtől, és összezavarják az évszakokat, és az évek kimozdulnak helyükről, és szemelől tévesztik a rendeltetésüket. És Izrael összes fiai el fogják felejteni, és nem találják az évek menetrendjét, és elfelejtik az új holdakat, az évszakokat, a szombatokat, és az évek minden rendszerét illetően hibáznak majd. Mert tudom, és mostantól fogva kijelentem neked, és ez nem a saját elgondolásom, mert írva van az előttem levő könyvben, és a mennyei táblákon el van rendelve a napok beosztása, nehogy elfelejtsék a szövetség ünnepeit, és idegen népek ünnepei szerint járjanak eltévejedésük és tudatlanságuk következtében. Mivel kétségtelenül lesznek olyanok, akik megfigyelik majd a hold járását, hogy az hogyan befolyásolja az évszakokat, és hogy évről évre mindig tíz nappal hamarabb érkezik. Ennek okáért elkövetkeznek rájuk azok az évek, amikor megzavarják a rendet, és egy gyalázatos napot jelölnek ki a bizonyság napjául, és egy tisztátalan napot tesznek meg ünnepnapnak, és összekeverik a napokat, a szentet a közönségessel, és a tisztátalant a szenttel, mivel tévedésben lesznek a hónapokkal, a szombatokkal, az ünnepekkel és a jubileumokkal kapcsolatban. Ezért parancsolatot szólok és bizonyságot teszek neked, hogy te is tanúskodhass ő előttük, mert halálod után a te gyermekeid összezavarják azokat, és így az év nem csak 364 napos lesz. Ezért tévedni fognak az új holdakat, az évszakokat, a szombatokat és az ünnepeket illetően, és mindenféle vért, mindenféle hússal együtt megesznek majd. 7. fejezet és ennek a jubileumnak a hetedik évhetének első évében Noé szőlőt ültetett a hegyen, ahol a bárka megfenek lett, amit Lubárnak hívnak az Ararát hegyének egyikén, és az meghozta gyümölcsét a negyedik évben, és őrizte annak gyümölcsét, az év hetedik hónapjában pedig leszületelte. És bort készített abból, amit edényekbe rakott, és eltett az ötödik évig, az első hónap új napján az első napon és vidáman ünnepet tartott ezen az ünnepnapon, és égő áldozatot készített Jahuának, egy fiatal ökröt és egy kost, és hét bárányt, amelyek mindegyike egy esztendős volt, és egy fiatal kecskét, engesztelésként maga és fiai számára. És először a gidát készítette elő, és rakott annak véréből az általa készített oltáron levő húsra, és minden kövérséget elhelyezett az oltáron, ahol égő áldozatot készített, ökröt, kost, bárányt, és az ő húsukat mind felfektette az oltára. És elhelyezte arra minden felajánlásukat olajjal keverve. Ezután bort locsolta tűzre, amit előzőleg az oltáron csinált, és tömjént rakott az oltára, és édes illat emelkedett fel, elfogadható jahu az ő Elohimja előtt és örvendezett, és ittán ezt a bort gyermekeivel örömmel. És este volt, és elment a sátrába, részegen lefeküdt, és aludt, és fedetlen volt az ő sátrában, ahogy aludt. És Kám látta Noét apját mesztelenül, majd kiment, és elmondta két testvérének odakint. És sem vette öltözetét, és felkelt, ő is Jáfet, és az öltözetet vállukra helyezték, és hátrafelé mentek, és eltakarták atyjuk szégyenét, és arcuk hátrafelé volt. És Noé felébredt alvásából, és tudott mindent, amit legifja fia tett vele, és megátkozta fiát, és mondta, legyen átkozott Kánaán, leigázott szolgája legyen testvéreinek. És megáldotta semet, és mondta, áldott Jahua, semnek Elohimja, és Kánaán legyen az ő szolgája. Elohim meg fogja növelni Jáfetet, és Elohim sem lakhelyeiben fog lakozni, és Kánaán szolgája lesz neki. És Kám tudta, hogy az apja megátkozta a legifjabb fiát, és neheztelt, hogy megátkozta a fiát, és elvált apjától. Ő és az ő fiai vele, Kús, Mitzráim, Pút és Kánán. És építette egy várost magának, és nevezte azt felesége után Néjel És Jáfet látta ezt, és irigy lett testvérére, és ő is épített magának egy várost, és nevezte azt felesége után Adatáneszesznek. És sem atyával Noéval lakott, és várost épített közel atyához a hegyekben, és ő is felesége neve után Sedeketelebab nevén nevezte azt el. És íme ez a három város fekszik a Lubár hegy közelében, Sedeketelebab a hegy keleti oldalán, Nálatamuk délen, Adatán Esz pedig nyugati irányban. És ezek sem fiai. Élám, Asszur, Árpakszád, Lúd és Arám. Jáfetnek a fiai. Gómer, Magóg, Madáj, Jáván, Tuvál, Mések és Tírás. Ezek voltak Noé fiai. És a 28. jubileumban Noé felírta a fiai fiainak a rendeléseket és parancsolatokat, és minden ítéletet, amit megismert, és indette fiait, hogy tartsák meg az igazságosságot, fedjék be a testük szégyenét, áldják a teremtőjüket, tiszteljék atyukat és anyjukat, szeressék fele barátjaikat, őrizzék meg lelküket a paráznaságtól, a tisztátalanságtól és minden bűntől. Mert emiatt a három dolog miatt jött az özönvíz a földre, nevezetesen a fajtalankodás miatt, amiben a vigyázók elrendelt törvényük ellen cselekedtek, amikor az emberek lányai után mentek paráználkodva, és feleségeket vettek ki, ki amint választott magának, és általuk kezdődött minden tisztátalanság. És fiakat szültek, a nefilimet, és azok mind különböztek egymástól, és felették egymást. Az óriások ölték a nefilt, és a nefil ölte az eljót, és az eljó az embereket, és egyik ember a másikat és mind odaadta magát a gonoszság munkájára, hogy sok vértoncson, és a föld bűnnel telt meg. Majd ezek után védkeztek a vadállatok, a madarak és minden mozgó ellen a földön, és a sok vér betöltötte a földet, és az ember minden gondolata, képzelete és vágya folyton csak gonosz volt. És Jahúa eltörölt mindent a föld színéről, a cselekedetei gonossága miatt, és elpusztított mindent amiatt a vér miatt, amit kiontottak a földön. És mi maradtunk meg én és ti, fiaim, és minden, ami velünk együtt lépett be a bárkába, és íme látom a ti dolgaitokat előttem, hogy nem jártok igazságosságban, hogy a pusztítás útján kezdtetek járni, és elpártoltok egymástól, és irigykedtek egymásra. És emiatt van, hogy nem vagytok összhangban, fiaim, egyik őtök sem fitestvérével mert látom és íme a démonok elkezdtek csábítgatni titeket és gyermekeiteket. És én most félek miattatok, hogy halálom után embervért ontotok majd a földön, és hogy ti is el törölve a föld színéről. Mert aki embervérét ontja, és aki bármely húsvérét eszi, mind pusztuljon el a földről. És nem maradjon meg senki ember, aki vért evett, vagy ember vérét ontotta a földön és ne maradjon életben semmi magja és leszármazottja az ég alatt, hanem a seolba menjenek és a kárhoztatás helyére szálljanak alá, és a mélység sötétjébe kerüljenek mind erőszakos halál által. Ne láttassék rajtatok semmi vér mind abból a vérből, mely minden napjaitokban kiontatik, amikor megöltök bármely vadat vagy barmot, vagy bármit, ami a földön repked és tegyetek jól lelketeknek azáltal, hogy befeditek azt, ami ki lett a föld színére. És ne legyetek a vérre levőkhöz hasonlóak, hanem őrizzétek meg magatokat, hogy senki ne egyen vért előttetek. Fedjétek be a vért, mert így lett megparancsolva nekem, hogy tanúságot tegyek erről nektek és gyermekeiteknek, minden testtel együtt. És ne tűrjétek el, hogy a lelket a hússal együtt megegyék, azért, hogy a véretek, ami a ti életetek, nehogy valamely test kezétől legyen majd számon kérve, amely kiontja azt a földre. Mert a föld tisztátalan lesz a vértől, amit kiontottak rá, és minden nemzedék idején csak annak vérétől fog megtisztulni, aki vért ontott. És most, gyermekeim, figyeljetek! Munkáljatok ítéletet és igazságosságot, hogy igazságosságban telepedhessetek le az egész föld színén, és dicsőségetek felemelkedhessen Elohimom elé, aki megmentett engem az özönvíz vizeitől. És íme elmentek és építetek majd magatoknak városokat, és ültettek bennük mindenfajta növényt, ami a földön van, és azon felül minden gyümölcs fát. Az élelemnek való dolgok termése három évig nem lesz betakarítva, és a negyedik évben a termés szentnek lesz nyilvánítva, és felajánlják majd az első zsengéket elfogadhatónak a magasságos Elohim előtt, aki teremtette a mennyet és a földet, és minden dolgot. Legyen bőséggel felajánva a bor és az olaj elsője, mint első zsengék Jahua oltárán, aki fogadja azt, és ami marad egyék azt, Jahua házának szolgálja az oltár előtt, amelyen felajánlották azt. És az ötödik évben cselekedjétek az elengedést, engedjetek el igazságosságban és becsületességben, és legyetek igazak, és akkor minden, amit ültettek, gyarapodni fog. Mert ekként tett Énok, amikor ezt parancsolta Metuzsálemnek fiának, a te atyád atyának, és Metuzsálem fiának, Lámeknek, és Lámek átadta nekem a parancsolatokat, amelyeket atya adott meg neki. És én is parancsolatot adok nektek, fiaim, miként énok parancsolt fiának az első jubileumokban, amíg élt. Hetedikként generációjában parancsolatot adott és bizonyságot tett fiának és fia fiainak egészen felvétele napjáig. Nyolcadik fejezet. És a huszonkilencedik jubileum idején, annak kezdetén, az első év hétben, Árpaksát feleséget vett maga mellé, akinek neve Rassueja volt. Szúszánnak Elán fiának a lánya, és fiút szült neki ennek az évhétnek a harmadik évében, akit Káinámnak nevezett el. És a fiú felnövekedett, és apja megtanította az írásra, és ez elindult, hogy keressen magának egy olyan területet, ahol várost alapíthat magának. És egy írást talált, amelyet még a régiek véstek kőbe, és elolvasta a leírottakat, és lemásolta magának, amivel vétket követett el. Mert abban a vigyázók tanításai voltak arról, hogy miként figyelték a nap, a hold és a csillagok állásait, hogy azok jeleiből jósoljanak. És leírta ezeket, de nem árult el semmit mindebből, mert félt Noénak erről beszélni, nehogy haragra gerjedjen rá miatta. És a 30. jubileumban, a második hétben, annak első évében feleséget vett magához, akinek neve Melka volt, Jáfet fiának, Madájnak lányát, és a negyedik évben fia született, akit Szelának nevezett el, mert így szólt, valóban küldött vagyok. És Szela felnőtt, és feleséget vett magához, kinek neve Muak volt, Keszednek, apja fivérének lányát, a harmincadik jubileumban, az ötödik hetében, az első évben. És Muák fiút szült neki az ötödik évben, akit Hébernek nevezett el, és az is feleséget vett magához, és feleségének neve Azurad volt, Nebrodnak lánya a 32. jubileumban, a hetedik héten, a harmadik évben. És a hatodik évben Azurad fiút szült neki, és nevezte annak nevét Pelegnek mert azokban a napokban, amikor született, kezdték Noé fiai felosztani a földet maguk között. Ennek okáért nevezte Pelegnek. És miután felosztották maguk között titokban, elmondták Noénak. És eljött az ideje a 30. jubileum elején, hogy három részre osztották fel a földet maguk között, külön semnek, Kámnak és Jáfetnek, örökségeik szerint, az első év első hetében, amikor egy közülünk el lett küldve hozzájuk, hogy velük legyen. És előhívta fiait, akik eljöttek hozzá, ők és gyermekeik, és sorsot vetve osztotta fel közöttük a földet, ami szerint vette fel három fia az osztály részét, és kezüket kinyújtva magukhoz vették Noé öléből az írásokat és az írás szerint semnek a föld középső része jutott örök részül, amelyet elfoglalhatott maga és gyermekei számára az örök valóság nemzedékein át, a ráfahegység hegység közép részétől a Tina folyó vizeinek öblétől, és része ennek a folyónak a mentén folytatódik nyugat felé, és addig nyújtózik, míg a folyó eléri a nagy mélység vizeit, amelyből ez a folyó tovább folyik, és a meát tengerbe önti vizeit, és a nagy tengerbe folyik. És minden, ami éjszak felé van, jáfeté, és minden, ami dél felé esik, az semhez tartozik. És kiterjedt egész karaszóig ez a keble a délfelé felé néző földnyelvnek. És része a nagy tenger mentén húzódik, és kiterjedt egyenes vonalban, amíg eléri a nyelv nyugati végét, ami dél felé néz, mert ezt a tengert az egyiptomi tenger nyelvének nevezik és innen déli irányba fordul a nagy tenger szája felé annak partjain, és elterül Afrától nyugatig, és elterül, amíg eléri a Gihon folyó vizeit, és a Gihon vizeinek déli részéig, e folyónak partjáig. És elterül kelet felé, amíg eléri az Éden kertjét, onnantól pedig dél felé, és Éden egész földjétől és az egész kelettől fordul keletre és folytatódik, amíg eléri a Rafa hegy keleti részét, és leereszkedik a Tina folyó szájának partjához. Ez a rész a sorsvetés által semnek és fiainak jutott, hogy birtokolják azt mindörökké nemzedékeiken át. És Noét öröm töltötte el, amiért ez a terület semnek és fiainak részeként jutott, és emlékezett mindenre, amiket saját szájával profétált meg, amikor azt mondta, áldott legyen semnek Elohimja, és Jahua lakozzék sem lakhelyein és tudta, hogy az Éden kertje a szentek szentje, és Jahu a lakhelye, és a sínai hegy a sivatag központja, és a Sion hegy a föld köldökének közepe. Ez a három szent helynek lett teremtve egymással szemben. És áldotta az Istenek Istenét, aki szavát a szájába helyezte, és áldotta Jahuát mindörökké. És tudta, hogy sem részeként jutott az áldott föld, és az áldás és fiainak minden nemzedéken át örökké az egész Éden földje és az egész Vöröstenger földje, és az egész föld Indiától keletre, és a Vöröstenger melletti hegyek, és Básán egész földje, és Libanon földje, és Kafur szigetei, és Szanír és Almana összes hegyei, és Assur hegyei éjszakon, és Elám, Assur és Bábel földje, Szúzán, Madáj és az Ararát hegyei, és a tenger mögötti területek, amelyek Assur hegyei mögött fekszenek észak felé, áldott és bőséges területű föld, és minden, ami azokon terem, az igen jó. És Kám számára jött ki a második rész, a Gionon túl délfelé a kert jobb oldalánál, és elterül délfelé, és kiterjed a tűznek minden hegyeihez és terjed tovább nyugatra, Atel tengeréhez, és terjed tovább nyugatra, amíg eléri Mauk tengerét, amelyben minden leereszkedik, ami nincs elpusztítva. És megy tovább észak irányába, Gadir határáig, és megy tovább a tenger vizeinek partjáig, a nagy tenger vizeihez, amíg a Gion folyó közelébe ér. És végig tart a Gion folyón mentén, amíg eléri az Éden kertjének jobb oldalát és ez az a föld, ami Kámnak jutott részül, amit el kellett foglalni a saját maga és fiai számára örökre szólóan a nemzedékeiken át. És Jáfetnek jutott a harmadik rész a Tina folyón túl, a folyó vizeinek kiáramlásától északra, és kiterjed északkeletre keletre Góg egész tartományáig, és minden onnantól keletre fekvő országig. És terjed északi irányban, és tart tovább Kelt hegyéig, észak felé, és a Mauk tengerének irányába, és megy tovább Gadir keleti részéig, egészen a tenger vizeinek területéig. És kiterjed, amíg eléri Fara nyugati részét, és visszatér Aferág irányába, és eltart kelet felé Meát tengerének vizeig. És kiterjed a Tina folyó területéhez észak-keleti irányba, amíg eléri a vizek határát a Rafahegy irányába, és körbefordul északi irányba. Ez az a föld, ami jutott Jáfetnek és fiainak örökségű, hogy birtokolja magának és fiainak, nemzedékeiken át örökké. Öt nagy sziget és egy nagy földrész északon. De annak földje hideg, amíg Kám földje forró és sem földje pedig változóan forró és hideg. 9. fejezet és Kám felosztott a fiai között, és az első rész Kúsnak jutott, mely keleti irányban van, és a tőle nyugatra eső Micráimnak, és a tőle nyugatra eső Pútnak, és ő tőle nyugatra a tengeren Kánaánnak. És sem szintén felosztott a fiai között, és az első rész Élámnak és fiainak jutott a Tigris folyótól keletre, amíg az elér keletre, India egész földje és a Vörös-tenger partjai, és Dedán vizei, és Mebrés el a minden hegyei, és Susán minden földje, és minden, ami fárnak oldalán van a Vörös tengerig és a Tina folyóig. Asszúrnak jutott a második rész. Asszúr és Ninive és Sinár minden földje egészen India határáig, és felemelkedik és körülveszi a folyót. És Árpakszádnak jutott a harmadik rész a Káldok területének minden földje az Eufrátesztől keletre, a Vörös tengerrel határolva, és a sivatag minden vizei az Egyiptomra néző Tenger tengernyúlvány közelében, Libanon és Szanír és Amana minden földje az Eufrátesz határáig. És Arámnak jutott a negyedik rész, Mezopotámia földje, a Tigris és az Eufrátesz között, a Káldoktól északra, Asszur hegyeinek határáig és Arara földje és lúdnak jutott az ötödik rész. Assur hegyei és minden, ami azokhoz tartozik, amíg eléri a nagy tengert, és amíg eléri Assurnak, testvére részének keleti végeit. És Jáfet szintén felosztotta örökségének földjét a fiai között. És az első rész Gómernek jutott, a Tina folyó északi oldalától keletre, és északon jutott Magógnak észak minden belső része, amíg eléri Meát tengerét és Madainak jutott részéül, amit birtokol a két testvérétől nyugatra a szigetekig és a szigetek partjáig. És Jávánnak jutott a negyedik rész minden sziget és a szigetek, amik Lúd határának irányában vannak. És Tubának jutott az ötödik rész a földnyelv közepében, ami a Lúd része határának irányában húzódik, a második földnyelvig, a második földnyelven túli területeken át a harmadik földnyelvig. És meseknek jutott a hatodik terület, a harmadik földnyelven túl minden terület, amíg eléri Gadir keleti oldalát. És Tírásznak jutott a hetedik rész, négy nagy sziget a tenger közepén, ami elér Kám részéig, és Kamatúri szigetei jutottak Árpaksát fiainak sorsrészül örökségükként. És így Noé fiai, apjuk jelenlétében részt adtak fiaiknak, és Noé eskü által egybekötötte minnyájukat, megátkozva egy átokkal mindazokat, akik megpróbálják megszerezni azt a részt, amelyik nem nekik jutott sorsrészül. részül. És mind azt mondták, úgy legyen, úgy legyen. Magukra és fiaikra nemzedékeken keresztül az ítélet napjáig, amelyen Jahua Elohim megítéli majd őket kardal és tűzzel, az összes tévegésüknek tisztátalan gonosságáért, amely által betöltötték a földet vétekkel, tisztátalansággal, paráznasággal és bűnnel. Tizedik fejezet És ennek a jubileumnak a harmadik év hetében kezdték a tisztátalan szellemek félrevezetni Noé fiainak gyermekeit, hogy bűnbe vigyék és pusztítsák őket. És Noé fiai apjukhoz, Noéhoz mentek, és beszámoltak neki a démonokra, amelyek félrevezették, és elvakították, és pusztították fiainak fiait. És imádkozott Elohim előtt eképpen. Minden szellem és test Elohimja, aki könyörülettel voltál irántam, és megmentettél engem és fiaimat az özönvíz vizeitől, és nem hagytad, hogy elpusztuljak, ahogyan azt tetted a kárhozott gyermekeivel, mert kegyelmed nagy volt irántam, és könyörületed nagy volt lelkem iránt. Legyen hát kegyelmed a fiaimon, és ne uralkodjanak felettük gonosz szellemek, nehogy elpusztítsák őket a föld színéről. Hanem áldj meg engem és fiaimat, hogy növekedjünk, sokasodjunk, és betölthessük a földet. És te tudod, hogy a te vigyázóid, ezen szellemek atyái mit tettek az én napjaimban. És ami ezeket a szellemeket illeti, amik most élnek, ójáhu a börtönözbe és tartsd őket elzárva a kárhoztatás helyén. És ne engedd, hogy romlást okozzanak szolgált fiain, mert ezek megátalkodottan ellenségesek és pusztításra rendeltettek, és ne uralkodjanak az élők szellemei felett, mert egyedül te uralhatod őket, és ne legyen erejük az igazságosak fiai fölött, mostantól mindörökké és Jahua Elohim ránk bízta, hogy kössük meg mindannyiukat. És a szellemek feje, a masztéma megjelent, így szólt. Jahua, teremtő, hagyd, hogy mellettem maradjanak némelyek, és hadd hallgassanak szavamra, és tegyék azt, amit mondok nekik. Mert ha nem maradnak mellettem valamennyien, akkor nem leszek képes az akaratom erejét véghez vinni az emberek fiain. Mert ezek a megrontásra valók, és ítéletem szerint tévesztenek meg, mert nagy az emberek fiainak gonossága. És ő ezt mondta, hadd maradjon tized részük ő mellette, és kilenced részüket vessétek alá az ítélet helyére. És egyiküknek megparancsolta, hogy Noénak tanítsuk meg mind a gyógyító szereket, mert tudta, hogy nem fognak egyenes úton járni, sem epekedni az igazságért. És szavának megfelelően cselekedtünk. A veszélyes gonoszokat egybekötöztük a kárhoztatás helyén, és tizedrészüket részüket meghagytuk, hogy hasatán alárendeltjei legyenek a Földön. Továbbá elmagyaráztuk betegségeiknek és csábításaiknak, összes gyógyszerét Noénak, hogy hogyan tudja azokat meggyógyítani a Föld gyógynövényeivel. És Noé mindent leírt egy könyvbe az összes orvossággal kapcsolatban, ahogy utasítottuk így a gonosz szellemek meglettek gátolva Noé fiainak bántalmazásában. És semnek a legidősebb fiának adta mindazt, amit leírt, mert leginkább őt szerette minden fiai közül. És Noé elaludt megtért atyáihoz, és eltemették rát földjén a Lubár hegyén. Noé 950 évet élt, 19 jubileumot és két hetet és öt évet és Noé földi életében külön volt az emberek minden fiainál, kivéve Énokot, aki tökéletes volt az igazságosságban. Mert Énok tisztsége bizonyságul lett elrendelve a világ nemzedékei számára, hogy elbeszélje a nemzedékek összes cselekedeteit az eljövendő nemzedékeknek egészen az ítélet napjáig. A 33. jubileumban, a második évhét első évében Pélek feleséget vett magának Lomnát, Sinár lányát, aki fiút szült neki ennek az évhétnek a negyedik évében, és Reúnak nevezték, mert ezt mondta: Íme az emberek fiai gonoszak lettek a bűnös szándék által, hogy várost és tornyot építsenek maguknak Sinár földjén. Mivel kivándoroltak az Ararát földjéről kelet felé Sinár földjére, és az ő idejében várost és tornyot építettek, mondván: gyertek, hágjunk fel általa az égbe és elkezdték építeni, és a negyedik év héten téglákat égettek ki, és a tégla kőgyanánt szolgált, és az agyag, amelyel összeillesztették azokat aszfaltból volt, mely a tengerből és sinár földjének vízforrásaiból származott. És megépítették, 43 évig építették azt, a szélessége 203 tégla volt, és egy tégla magassága egynek harmada volt, a magasság elérte az 5433 könyök és két tenyér magasságot, és egy fal a 13 stadion, és a másikból 30 stadion volt. És Jahua a mi Elohimünk mondá nekünk, íme ők egy nép, és ezt a dolgot kezdik cselekedni, és most semmi sem elérhetetlen számukra. Menjünk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy ne értsék egymás beszédét, és szétszóródjanak városokba és nemzetekké, és többi nem lesznek egy akaraton egészen az ítélet napjáig. És Jahua leszállt, és mi leszálltunk vele megnézni a várost és a tornyot, amit az emberek gyermekei építettek. És összezavarta a nyelvüket, és többi nem értették egymás beszédét, és megszűntek akkor építeni a várost és a tornyot. Ennek okáért Sinár egész földjét Bábelnek nevezik, mert Jahúa ott zavarta össze az emberek fiainak nyelvét, és onnét szóródtak szét városaikban, mindenki nyelve és nemzetsége szerint. És Jahúa hatalmas szelet bocsátott a toronyra, és azt ledöntötte a földre. És Ímé az a föld, Asszur és Babilon között volt, Sinár földjén, és nevezték a nevét megdöntésnek a 34. jubileumban a negyedik évhét első évének kezdetén lettek szétszorva Sinár földjéről. És Kám és fiai mentek elfoglalandó földjükre, amit részül kaptak a déli vidéken. És Kánaán látta Libanon földjét az egyiptomi folyóig, hogy az igen jó volt és nem ment maga örökségének földjére nyugat felé, amely a tengernél van, hanem letelepedett Libanon földjén, keletre és nyugatra a Jordán határától, és a tenger határától. És Kám, apja Kús, Micráim és a testvérei szóltak neki, olyan földön telepettél le, ami nem a tiéd, és ami nem jutott Jusként nekünk. Ne cselekedj így, mert ha így cselekszel, te is a te gyermekeid elfogtok bukni azon a földön, és átkozottak lesztek a lázadás miatt, mert lázadás által telepettél le, és lázadás által fognak elbukni gyermekeid, és örökre ki leszel gyomláva ne költöz sem részeként jutott lakhelyre, mert az semnek és utódainak sorsául jutott. Átkozott vagy és átkozott legyen Noé minden fia előtt az átokkal, amihez kötöttük magunkat esküvel a szent bíró jelenlétében és Noé atyánk jelenlétében. De nem hallgatott rájuk és lakozott Libanon földjén Hamattól Egyiptom bejáratáig ő és fiai mind a mai napig, és ennek okáért annak a földnek neve Kánaán és Jáfet és fiai a tenger irányába mentek, és letelepettek részükön. És Madai látta a tenger földjét, és nem tetszett neki, ezért könyörgött egy részért Kámtól, Ásúrtól és Árpaksáttól, felesége testvérétől, és Média földjén lakozott feleségének testvéréhez közel mind a mai napig. És nevezte lakóhelyét és fiainak lakóhelyét Médiának, apjuk Madai neve után. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat ö, helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!